Fejlesztések Balatonszemesen, mini bölcsödével bővül az óvoda. Belvízi védekezés, helyszíni bejárás tartott Vicma Mihály országgyűlési képviselő és Holovics Huba a Balatonföldvár polgármestere. Munkában a szivattyúk, harmadfokú vízkár elhárítási készültség több balatonparti településen. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Balatonszemesen a közelmúltban közel 400 millió forint értékben kezdődtek meg beruházások állami támogatású pályázatok eredményeként. A hétvégén került sor az új mini bölcsöde épületének alapkőletételére, amelynek eredményeként szeptembertől 7 új bölcsödei férőhelyel bővül a már meglévő óvoda településen. Az esélyt a legkisebbeknek elnevezésű projekt keretében több mint 47 millió forintból épül meg a 100 négyzetméter alapterületű, két foglalkoztató helységgel rendelkező új épületrész. A térségben még további fejlesztések várhatók a közeljövőben. Hogyha az egészen közeli jövőre vetjük a tekintetünket, akkor is hasonlóan kedvező tendenciákról tudunk beszámolni, hogyha a hazai és az uniós támogatásokat is összeadjuk, akkor az elkövetkező időszakban a már elnyert pályázatoknak köszönhetően mintegy 1 milliárd forintot fogunk tudni fordítani a térségben óvodák, bölcsödék fejlesztésére, illetőleg kialakítására. Összességében több mint 15 településen valósulhatnak meg ilyen és ehhez hasonló beruházások. Balatonszemes az elmúlt időszakban számos pályázati forráshoz jutott. Ennyi pénzt azért jó kapcsolat révén nyilván, mert ha nem van a jó kapcsolat, akkor a lobbiérdek nem működne, hogy ennyi pénzt tudtunk Balatonszemesre pályázatból. A képviselő 400 milliót mondott, de 440-430 millió, mindegy, nincs neki jelentősége. A lényeg az, hogy törekszünk és jó lehetőségeink vannak arra, hogy további fejlődést tudjunk Szemesre, hát továbbra is hozni. A mini bölcsöde kialakítása nem csak a szülőknek lesz könnyebbség, hanem az óvodának is, hiszen ez idáig ennek hiány az óvodai kiscsoportos létszám sokszor elérte a 28-30 főt. Hát örültem annak, hogy volt ez a pályázati lehetőség, és hát remélem, hogy pontosan azoknak a szülőknek, azoknak a gyerekeknek tudunk segíteni, akik hát valóban rászorulnak erre. És ez a 7-8 fő, amit fölvehetünk ebbe a mini bölcsődei csoportban, ez pontosan annyi, amennyivel nekünk a kicsik létszáma meg szokott emelkedni. Az új épületrész augusztusban kerül átadásra, és szeptember 1-től már birtokba vehetik a legkisebbek. Minden eddiginél nagyobb az április 8-ai választások tétje, fogalmazott Kövér László házelnök Marcaliban a hétvégén egy lakossági fórumon. A politikus szerint a 8 év alatt elért eredmények megtartása, illetve folytatása, valamint nemzeti szuverenitásunk megtartása a tét. Az elmúlt 8 évben sikerült az országot nem csak a csőd széléről elrángatni, hanem emelkedő pályára is állítani. Nem csak gazdasági, anyagi, hanem mentális értelemben is. Fogalmazott Kövér László, aki hozzátette. A rendszerváltás óta az elmúlt 4 év ugyanakkor a legsikeresebb volt, hiszen kedvezőbb lett a családok helyzete, emelkedett a nyugdíjak reálértéke, és rengeteget javult a közbiztonság is. Bármerre is nézünk, 2010-ben nem volt olyan terület, amelyik ne lett volna a csőd szélén, ma pedig nincs olyan terület, amiben ne értünk volna el nagyon komoly előrehaladást, nem csak a 2010-es állapotokhoz képest, hanem mondom egy ciklusra számolva, bármelyik ciklussal összevetve. Marcaliban a fejlesztéseknek köszönhetően megmaradt a kórház is, amely a város lakói számára sarkalatos kérdés volt. A közeljövőben pedig úgy tűnik, hogy az orvoshiányra is sikerül megoldást találni. A város kormányzati, tehát belföldi forrásból 150 millió forintot nyert a posta közben lévő, elhanyagolt, rossz állapotban lévő épület felújítására, amelyből lakásokat fognak kialakítani, tehát lesz lehetősége a városnak is hozzájárulni ahhoz, hogy orvosokat hívjon a városba, hiszen orvosok nélkül sem a gyerekgyógyászati osztály, sem a szülészetnőgyógyászat nem működik, és ha csak ezt a két osztályt nézzük, akkor ez legalább 10 szakorvos állandó jelenlétét követeli meg, és ehhez jön még a többi szakszemélyzet. Az országgyűlési képviselő a közelmúltban levelet juttatott el az egészségügyi szaktárca államtitkárának, amelyben kérte a sürgősségi osztályra egy CT mielőbbi elhelyezését is. 1 milliárd forint uniós forrás fordítható jövő év közepéig a Balaton régió katasztrófavédelmi rendszereinek fejlesztésére.
A rendelkezésre álló pénzből 411 millió forint jutató viharjelzőrendszerének megújítására, 480 millió a balatoni tűzoltóságok mentőképességének növelésére. Elérte a 130 cm-t a Balaton átlagos vízállása, a rendkívül magas vízszint miatt megteltek a vízelvezető árkok, és sok telekre a víz is betört. Hamarosan mutatjuk a részleteket. Csak egy lehetőséget szeretne kapni Vona Gábor és a Jobbik, erről beszélt a politikus a Siófoki Fórumon, amelyen Lengyel Róbert független polgármester és a Jobbik helyi országgyűlési képviselő jelöltje Potocskáné Körösi Anita is részt vett. Vona Gábor arról beszélt, kíméletlen elszámoltatás lesz április 8-a után Magyarországon. Ezen a fórumon se bíztatok senkit arra, hogy ide vagy oda vagy amoda x-eljen. Egyet azonban szeretnék kérni. Aki bármilyen módon tiszteli a személyemet vagy a munkámat, a Fideszre ne x-eljen. Erre kérte a jelenlévőket a Jobbik Siófoki Fórumán Lengyel Róbert, a település független polgármestere, aki egyébként a párt minden rendezvényén jelen volt az elmúlt időszakban. A fórumon az alpolgármester Potocskáné Körösi Anita is bemutatkozott, hiszen a Jobbik őt indítja Somogy 4-es számú választókerületében. A jelölt Orbán Viktor március 15-i beszéde kapcsán nagyon drámaira fogta mondani valóját. Ez a kés akkor beszúrodott a szívembe, mert azt mondom, hogy nem akarom azt, hogy a gyerekeim is ilyen helyen éljenek, ahol félelemben kell tartani magukat, ahol nincsen szabadság. Aztán ezt a kést kivettem, mert ott álltam a Jobbik rendezvényen, a Batthyány örökmécsesnél. Az eseményen a Jobbik miniszterelnök jelöltje Vona Gábor leszögezte, senkivel sem egyezkednek. Vona Gábor úgy fogalmazott, az MSZP és a Fidesz már kapott lehetőséget, hogy bizonyítson, most pedig a Jobbikon a sor. Természetesen az elszámoltatás az kíméletlen lesz. Mindenki, aki ezt az országot meglopta, annak felelnie kell 2018. április 8-a után. De miután nem akarunk senkivel leszámolni, különösen nem a magyar emberekkel, nem akarunk a magyar embereken elégtételt venni, mi békét és nyugalmat szeretnénk végre. Ennek kapcsán Vona Gábor hozzátette, nem kell, hogy a politika áldáz élet-halál harca legyen, és nem kell a magyar emberek ellen sem harcolni. Ennek ellenére a Jobbik továbbra sem szövetkezik a többi párttal. A Kaposvári Egyetem két munkatársa a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjaként is tevékenykedik majd a következő 6 évben. Professzor dr. Kovács Melindát és dr. Podrácki Juditot Orbán Viktor miniszterelnök bízta meg a feladatok ellátásával. A Magyar Akkreditációs Bizottság szűk körű 19 fős testületében két helyet is kiérdemeltek a Kaposvári Egyetem munkatársai. Ez pedig a személyek szakmai tudásának elismerésén túl az intézményben folyó tudományos munka megbecsülését is jelenti, hangsúlyozta a Kaposvári Egyetem. A Balaton átlagos vízállása elérte a 130 cm-t. Vasárnap délelőtt a tóvízszintje Siófoknál 134 cm volt. A rendkívül magas vízállás és az elmúlt napok folyamatos esőzései miatt megteltek a vízelvezető árkok Balatonföldváron is. Munkába álltak a szivattyúk, néhány udvarba pincébe tört be a víz. A helyszínen a belvízvédelmi helyzetről tájékozódott vasárnap a térség országgyűlési képviselője Vicma Mihály. Búvár szivattyú bírja? Az országgyűlési képviselővel együtt Balatonföldvár polgármester is körbejárta a belvízzel érintett ingatlanokat. Antalék háza a Sétpatak szomszédságában áll, ők a pincéből szivattyúzták ki a vizet. A kertünk körül szeli a patak, csodálatos, páratlan, szép, csak ilyenkor fizetjük meg az árát. A ház lakói, mint mondták, felkészültek a vízre. Tegnap már észleltük, hogy probléma lesz, ezért gyorsan vettünk még egy tartalékszivattyút. Mivel alsó szintünk 150 négyzetméteres, a patakkal egy szintben van, így a fal tövénél kezd beszivárogni, és most a harmadik új szivattyút üzembe helyeztük, és annak segítségével merjük ki az alsó szintről a vizet. Balatonföldváron napok óta folyamatos a készültség, nem csak a Sétpatak mentén, hanem az Övároknál is. Itt homokzsákolni is kellett az elmúlt napok esőzései és a Balaton magas vízszintje miatt. Belvízi csapadékelvezető hálózatunk teljesen telítetté vált, illetőleg itt állunk azon a kritikus ponton, ahol az Övárok helyezkedik el, amelyből két szivattyú
pumpálja folyamatosan most már 48 órája a vizet a Balatonba, és ezzel próbáljuk csökkenteni a belvíznek a szint magasságát. A városüzemeltetés, a helyi polgárőrség, valamint a vízügyi szakemberek és a katasztrófavédelem is segít a belvíz helyzet kezelésében. A helyzetről a térség országgyűlési képviselője a helyszínen tájékozódott. Végigjártam az érintett délbalatoni településeket, és mindenhol példaértékű összefogást, együttműködést és szakszerű, lelkiismeretes tevékenységet láttam és tapasztaltam az önkormányzatok részéről. Ide Balatonföldvára is azért jöttem el, hiszen itt is szükség volt védekezésre. A Siózsilipen maximális 60 köbméter per másodperces sebességgel eresztik le a tóvizét. Hiába a rohamtempó, rendkívül magas a Balaton vízállása. Vasárnap Siófoknál 134 cm volt. A Balatonpart legmélyebben fekvő településein, Balatonfenyvesen és Balatonmária fürdőn is harmadfokú vízkár elhárítási készültséget rendeltek el a belvíz miatt. Szombaton a folyamatos eső is tovább növelte a vizet az árkokban, így udvarokba is betört a víz. Szivattyúztak, és ahol szükséges volt, homokzsákokat is elhelyeztek a szakemberek. A legtöbb ingatlan nyaraló. A telkeket látszik, hogy lejtenek ide össze ebbe az árokba. Onnan jóval messzebbről érkezik a víz, itt van egy átereszt, ami már ugye teljes terjedelmében ellepte a víz, és ugye ez menne abba a csatornába, ami a berket vízteleníti, ott egy szivattyú keresztül történik ez a feladat. Szombat délelőtre így megteltek a vízelvezetők Balatonfenyvesen, mutatta a polgármester. Lombár Gábor elmondta, a Rigó csatornának egy részét a Zsilipet homokzsákkal is védeni kell. Tulajdonképpen az a jelentősége, hogyha azt levédjük, akkor az itt lévő víz, amit látunk, akkor az a szivattyús hatóvá válik, mert pillanatnyilag ugye nyíltan a Balaton felül, illetve a berek felül ugye a berket is igyekeznek visszaállítani, tolják fel erre felé a vizet. A Zsilipnél folyamatosan működött a szivattyú. A helyi szakemberek mellett a vízügy és a katasztrófavédelem munkatársai is figyelték a helyzetet. Ez jelenleg még egy nagyon gyermetek cipőben járó probléma a mi udvarunkon, mert most indul befele a víz, és hamarosan el fog önteni a mi udvarunkat is. Ez már Balatonmária fürdő. Páfi Attiláék utcájában is állt a víz, itt is megteltek a vízelvezetők. Ez a rész volt a legkritikusabb a településen. Sajnos elég sok eső esik, és ilyenkor megtelenek a csapadékelvezető rendszerek, és így vele együtt mindenkinek az udvarában is egyre nagyobb víz áll. Legtöbb szomszédon már csak gumicsizmában tud bemenni, szerencsére nálunk még csak a kapubeállóban áll a víz. Balaton Mária fürdőn is harmadfokú vízkár elhárítási készültséget rendeltek el. Jelenleg itt az a probléma, hogy ugye egyes területek mélyebben fekszenek, és a lehullott nagy mennyiségi csapadék miatt ugye a csapadékvízelvezető árkok nem bírják a vizet elvezetni, és ezt be kell segíteni. Balatonmária fürdőn is folyamatosan figyelték a belvízhelyzetet, ahogy a Balaton vízállását is. Gyakori probléma ugyanis a mélyebben fekvő településeknél, hogy erős szél esetében az északi partról a hullámok áttolják a vizet a déli oldalra, ahol a parti területek így veszélybe lehetnek. Hétvégén elmaradt a nagy erejű szél, a balatonfenyvesi strandot sem öntötte el a víz. Itt is a belvíz okozott gondot. A Balaton magas vízállása viszont az egész déli parton probléma. Itt a Balaton környékén, ugye a Sió mentén van nagyon sok helyen belvízi készültség, hiszen a Sió csatornán nagyon nagy sebességgel 60 km per szekundummal engedjük most a Balaton vizét, aminél többet már nem lehet engedni, ugyanakkor most az esővel együtt szinte ugyanannyi érkezik be a Balatonba, úgyhogy a most következő néhány napban egyelőre csak a víznek a szinten tartása lehet a cél. A Sió mentén folyamatosan dolgoznak a szivattyú telepeken, és az érintett dél-balatoni településeken is folyamatos a figyelő szolgálat, hogy amint kell, be tudjanak avatkozni, és meg tudják védeni az ingóságokat, a házakat a belvíztől. A napokban hozták nyilvánosságra a Bocuse d'Or júniusi torinói döntőjének versenyzési sorrendjét és alapanyagait. Hazánkat a Balatonszemesi Kistücsök étterem séfhelyettese Póner Ádám és csapata képviseli. 20 európai versenyző fogja majd összemérni tudását Piemont tartományban, akik közül 2019-ben 10 juthatnak ki a franciaországi világversenyre, tudtuk meg a Hír Balatontól. A héten kiemelten ellenőriznek a rendőrök Siófokon, elsősorban a sebességet fogják mérni, a gyorshajtókat szeretnék kiszűrni, a város 5 pontján lesz trafipax.
Fejlesztések Balatonszemesen, mini bölcsödével bővül az óvoda. Belvízi védekezés, helyszíni bejárás tartott Vicma Mihály országgyűlési képviselő és Holovics Huba a Balatonföldvár polgármestere. Munkában a szivattyúk, harmadfokú vízkár elhárítási készültség több balatonparti településen. Híreinket megtalálják és elolvashatják honlapunkra a www.somogytv.hu oldalra kattintva. Felmelegedés kezdődik időjárásunkban, hamarosan jövünk a részletekkel.